kapott egy kisebb kötény. Nem? Kettőt? Egyet? Hát meg egyet, ott a Sparka kapott egyet. Figyelj, én ezt így újra vettem. Egyedik meccsed a Fradi ellen? Hát nem tudom, mondtam, hogy ilyen 50 körül biztos, hogy lehet több is. Nem tudom. Na, én élveztem a mérkőzést, nyilván ez egy nagyon-nagyon jó csapat, ha még a B csapatuk is gyorsak, erősek, dinamikusak. Én azt gondolom, jól tartottuk magunkat egy darabig, és ha nem kaptuk azt a két gólt, nem mondom, hogy szorosabb, de lehet, hogy az első fél idő nem 2-0, 1-0. Tehát én meg is mondtam az ötször a srácokam, a Tibi nem jöhetett be, hogy én büszke vagyok rájuk erre ez a 2-0. Tehát ez egy megyei kettes csapatnak szerintem egy óriási dolog. És még volt lehetőségünk is. Ugye kiugrattam a Dávidotba, az Ognit, a Szerbet, keresztbe, ezek olyan fél zicserek. És tehát volt lehetőség, nekik rengeteg volt. Helyzet nem, de lehetőség igen. Szóval a másik félidőben nyilván elfárad a csapat. Én nem is terveztem, hogy végigjátszom, mert nekem ez így untig elég volt. De a kérdésedre válaszolva nagyon élveztem, próbáltam egy kicsit szint vinni a játékba, szerintem néha sikerült, de csak keveset találkoztam addával. Nyilván ez ennek az átlag. Azt mondom, hogy körülbelül erre számítottunk, ebben bíztam, hogy a csapat helytáll, nem törik össze. Azt gondolom, hogy a Ferencvárosnak egy jó felkészülési mérkőzést biztosítottunk ezen a hétvégén. Valamennyire meg is futtattuk úgy őket, amire kellett. Szerintem mi részünkről ez a 6-1-es eredmény, azt, hogy tudtunk volt, hogy ez egy óriási dolog. Elkerülő gólokat kaptuk, volt egy-kettő gól, amit mi saját hibánkból készítettük ki, és ebből lett a gól, de a Ferencvárosnak ellen nem lehet hibázni. Ezt tudják az NBA-s csapatok is már, többen kikaptak már 5-6-tal. Úgyhogy én úgy élem meg, hogy ez a gyerekkori álmom valósult meg, az, hogy pont az 5. születésnapom alkalmából az egy habatortán. Gyerekkoromban nagyon sokat ültem a pályán, és néztem az akkori nagyokat, hogy amikor lesz Lászkén NBA-es klub. Hát nem lehet, de így el tudtuk hozni a Ferencváros, és ez egy nagy öröm számomra. Az egész város megbojdult, tehát nagyon sok néző volt kint. Remélem, hogy tudjuk majd kamatoztatni ezt a nézőszámot, hogy most nem csak erre a mérkőzésre jönnek, hanem kijönnek majd a bajnokinkra is. Ezt hozzá kell tennem, az előbb is mondtam, hogy a Keneseiék érkezésével azért megnőtt a nézőszámunk. Keneseiék, hiszen azért hatalmas nagy vonzerő még mindig a magyar futballban. Az lehetett látni szerintem a mai mérkőzésen is, azért volt a 2-3-4 olyan megmozdulása, ami parádés, még most is 43 évesen. Főleg a gondolk itt ez a bőrözés. Alig várom, hogy megnézem a tévében. Hát ők megmozdították itt ezt a légkört Lászkevén. Azt hozzá kell, azt szeretném elmondani, hogy nagyon szimpatikus embereket ismertem meg bennük. Akár a Zsolt Huszárik, a Kiskarcsi és a Keneseire is. Borzalmasan jó emberek. Nagyon szeretnék segíteni rajtunk, és remélem, hogy jól is érzik itt magukat. Én úgy látom, hogy igen. Búcsú meccs volt egyébként? Hát ez egy jó kérdés. Az NBA-től én azt gondolom, így ezt szépen el tudtam búcsúzni, hiszen soha nem volt búcsú meccsem úgy mond, hogy mondjuk lecseréltek a mérkőzésen, megtapsoltak, és ez volt az utolsó. Ez viszont tök jól nézett ki szerintem. Ha már itt említetted, hogy születésnapja ajándék, te tudtál róla, hogy te fogod rúgni a kezdőrúgást? Nem tudtam róla, hogy érdeklődtem aztán. Nagyon sokan meg akarták, hogy intézzem el a kezdőrúgást. Én nem is nem tudtam róla, de felségemet ismerve, ő szereti ezeket a nagyon nagy meglepetésként, és ő mindent véghez visz, amit akar. Úgyhogy valamit sejtettem, hogy lesz valami. De hogy mi, azt nem tudtam. Arra gondoltam, hogy leülhetek a kispadra talán. De milyen volt labdába rúgni a Fradi ellen, Ráckevei pálya közepén? Igazából a labdába rúgni, meghatódtam. A héten több meghatódásom is volt. Azt kell mondani, hogy ez az nagyon nagy öröm itt egy ennyi embernek itt Ráckén örömet tudok szerezni, és nem tudom, lehet-e mondani, hogy ők a képviselő is vagyok Ráckevén, és úgy érzem, hogy most tudtam tenni egy olyat a ráckevei szurkolóknak, a ráckevei gyerekeknek, hogy most egy nagyon nagy élmény. Szerintem ez évtizedekig élmény lesz. Majd mindenki emlékezni fog, hogy játszott egyszer a ráckevei, a Ferencváros és azon a mérkőzésen kín voltam. Úgyhogy erre nagyon az, hogy büszke vagyok, nem az, hogy büszkek, mert nem dicséretet várok, hogy nem, mert én szívből csinálom a focit, hanem pénzért. Soha nem kértem érte pénzt, úgymond. És őt áldozatokat hozunk a családdal. Úgyhogy remélem, hogy a legfontosabb az, hogy kamatoztassuk. A legfontosabb az volna, hogy azok a gyerekek, akik most kim voltak a szüleikkel,
azok jöjjenek ki edzésre, jöjjenek ki a utánpótlás csapatainkhoz, hogy legyen, hogy érezzék azt, hogy el lehet jutni ide. Ezt mondtam a srácoknak is, én 50 évet vártam erre, de ha hiszel valamiben, akkor eléred. És tényleg elértük, hogy egy Ferencvárost tudtunk fogadni a Ráckevéden. És nem is akármilyen futball nézők közönség előtt. És itt megy a kettőben gólkirályi cím, vagy mi lehet a cél? Hát meg az lenne jó, hogy itt van egy cél, hogy följutni, nagyon nehéz lesz, mert most elég kútba vagyunk ilyen szinten, mert kétszer kikaptunk egymás után. Az lenne az elsődleges, hogy inkább nyerjük meg, aztán, hogyha úgy alakul, akkor miért ne? Mennyit tudtatok készülni, hogy a Kenő mondta, hogy ő csak meccsre jár, amikor csütörtökön beszéltünk, elmondom neked az első edzés. A felkészülésük a héten az abból állt, hogy kedden ugye mindent most hirtelen meg kellett oldanunk, kedden kaptunk egy hengert, pont a edzés időszakában, úgyhogy vagy lehengerjük a pályát, vagy edzünk. Hát én úgy döntöttem, hogy egy kisebb átmozgatást csináltunk kedden, mert az edzőpályánk az alkalmatlan arra, hogy edzést tartsunk, és nem akartam, hogy valaki megsérüljön. Illetve a csütörtöki edzés meg az volt, hogy végre tudtunk edzeni, csak az volt a baj, hogy 7 óra után már besütítenik. Úgyhogy egy fél edzést tudtunk vezetni a csapatnak, úgyhogy két fél edzésre készítünk a Ferencváros ellen. Úgyhogy reméljük, hogy kapunk segítséget, vagy támogatást, vagy az emlesztő, vagy valaki főkarol most minket a mérkőzés után, hogy egy kicsit úgy tudnánk fejleszteni a infrastruktúránkat is, mert az edzőpályákkal nagyon rosszul állunk, és azért van 8-10 csapat Ráckevén kisgyerekektől fel a felnőttekig, és egyszerűen nincs megoldva a téli időszakban az edzés. Mit gondoltak én, ezen a szinten meddig tudsz elfotizgatni? Nem tudom, most egyelőre ezt az évet mondtam ugye nyárig, hogy játszom, aztán meg, hát a följutánk véletlenül az már megy-egy, az már más, megint. Azt már nem biztos, hogy én csak így tudnám vállalni, hogy nem járok edzésre. Oda meg már nem biztos, hogy beleférezünk.